Dicséret illeti meg a zalai gazdákat, hiszen a nehézségek ellenére a gazdálkodás egész évben folyamatosan működött, hangsúlyozta Sabján Krisztián, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala megyei szervezetének elnöke a mai sajtótájékoztatón. Az elnök a beszámolójában értékelte a 2021-es esztendőt, valamint ismertette a kamara 2022-es terveit is. A legnagyobb pozitívum, hogy a növénytermesztés és az alapélelmiszerek előállítása az előző év során egy pillanatra sem állt meg, a pandémia ellenére sem, fogalmazott Sabján Krisztián. Nyugodtan lehet azt mondani, és megerősíti Zala megye azt is, mind a munkájával, mind pedig a produktumaival, hogy a boltok polcairól ezek az alapélelmiszerek nem hiányozhatnak. A falugazdászaink a tavaly évben, úgy mondom, hogy kiemelkedően vizsgáztak, mint a személyes kapcsolattartást, mint pedig az online telefonos kapcsolattartást nagyon jól el tudtuk látni. A vadkár, a piaci körülmények, valamint az időjárás miatt a termés eredmények hektikusan alakultak Zalában. A megye egyes részein átlag alatti terméshozammal számolhatott a kamara, máshol azonban országos szinten is jó termés alakult ki. Sabján Krisztián szerint a növénytermesztésnek sajnos egyelőre a jelenlegi időjárás sem kedvez. Nem egy egyszerű helyzet, amikor az elemi erőkkel kell harcolni. Ez főleg ugye a növénytermesztés oldaláról olyan problémát okoz, hogy a folyamatos enyhülés emelkedése mai napra is, ugye a meteorológia azt mutatta, hogy mínusz 7 és plusz 7 között van, tehát ez a közel 14 fokos hőmérséklet különbség meg tudja a gyökérzónában úgy gondolom szaggatni azokat a már elvetett Zala megyében érdekes, ugye búza és repce, ami legnagyobb mennyiségben vetésre került. A következő időszakban a mezőgazdászok egy kis hórétegre és néhány nagyobb fagyra várnak a földeken.